Sziasztok! Sziasztok! Egy új sorozattal érkeztünk el hozzátok. Tippeket fogunk adni a Farming Simulator 22-höz. Ez hasznos lehet teljesen kezdőjátékosoknak, de lehet, hogy tudunk pár olyan trükköt, tippet adni, ami akár haladóbb játékosoknak is jó lehet. Ahogy itt láthatjátok, a nézőink nagy része nem feliratkozó, úgyhogy ha szeretnétek minket támogatni, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornánkra. Ha tetszik a videó, nyomjatok egy lájkot, kommentbe pedig írjátok le a véleményeteket. Akár azt is leírhatjátok, hogy miről szeretnétek még tippeket hallani. Ha pedig több tartalomra vagytok kíváncsiak tőlünk, akkor a jobb felső sarokba kattintva eléritek a VOD csatornánkat, a leírásba pedig a Twitch-nek a linkje található, ahol streamelni szoktunk. Úgyhogy oda is nézzetek be. Na de kezdjük is a videót. Az első és az egyik legfontosabb felmerülő kérdés, ez a növény naptár. Ugye itt a növény naptárban megtaláljuk az összes növényt, amit tudunk a játékban ültetni. Itt, ahogy látjátok, a naptár jobb szélén található egy zöld és egy sárga jelzés, az ültetési és betakarítási időszak. Nézzük a búzát példának. Ugye ez a zöld sáv jelenti az ültetési időszakát, ekkor tudjuk ültetni, és a sárga szakasz jelzi, hogy mikor tudjuk betakarítani. Szóval a búzánál láthatjuk, hogy szeptember elejétől október végéig tudjuk ültetni, és betakarítani július elejétől augusztus végéig tudjuk betakarítani. Második sokszor felmerülő kérdés, hol lehet eladni bizonyos terményeket. Itt látjátok az árakat ennél az ártáblánál. Itt bármilyen terményt kiválasztjuk, itt az árat úgy írja, hogy 1000 literenként írja az árat. Maradjunk a búzánál, ugyanúgy. Hol tudjuk eladni? Ugye ez a négy hely, ami itt föl van sorolva, itt lehet eladni, ezeket megtaláljuk a térképen. Az árakra meg tudjuk nézni itt az áringadozásokat. Ezt megnyitjuk, ezt. Itt látunk egy grafikont havonta, hogy a maximum ár, itt írja a jobb szélén, hogy a maximum árunk 742 euró, a legalacsonyabb árunk 509 euró. És itt látjuk, hogy a zöld grafikon, ahol a legmagasabb, az itt jelenleg a december hónap. A december hónapban van a búzának a legmagasabb ára. Itt, ahol a piros grafikon rész van legalacsonyabban, az 509 eurónál, ez jelenleg augusztus hónap. Ez ekkora legalacsonyabb az ára. Ez évente változik, hogy melyik hónapban a legmagasabb, és melyik hónapban a legalacsonyabb az ára. Ezt érdemes figyelni, ha minél több pénzt akarsz keresni, érdemes kivárni azokat a hónapokat az eladásra, ahol a legmagasabb az ára. Időpörgetés. Nagyon sűrűn írtátok kommentbe nekünk több videó alá, és időt pörgetni úgy tudunk, jelenleg itt most én PC-re tudom megmondani, hogy a 8-as billentyűvel tudjátok léptetni egészen 360-ig, így tudod pörgetni az időt, a 7-es billentyűvel tudod csökkenteni. Viszont van egy mod, amit már több videóban bemutattunk, ezzel egészen föl tudod tekerni 15 000-ig. Ha ezt a modot letöltitek, 15 000-re föl tudjátok pörgetni, jobban telik az idő. Másik lehetőség az idő múlásának gyorsítására a farmház, farm épület. Ezt az épület építkezés menübe, épületek, farmházak, bármelyik épületet itt a kettő közül lerakod, odamész a felkiáltójelhez. Itt tudsz aludni, a minimum alvási óra az 5, a maximum pedig 9. Itt tudsz lényegében 5 és 9 óra közötti időintervallumot átaludni. Akkor utolsó tippünk ebbe a videóba, ez a gyors mozgás. PC-n a tabulátor billentyűvel, aki konzolon játszik, az írja meg nyugodtan kommentek közt, hogy konzolon milyen billentyű kombinációval lehet ezt elvégezni. PC-n tabulátor billentyűt megnyomod, és a megvásárolt vagy bérelt járműveit között ki tudunk lépkedni. A másik, a térképet megnyitjuk, és a térképen ezeken a blippeken, spotokon, bármelyiket kijelöljük, a farmházat, farmépületet, vagy bármilyen gazdasági épületet, amit mi később lerakunk, azt is megjeleníti a térkép, bármelyikre rákattintasz, és itt
találsz egy olyat, hogy ugrás erre a helyre, rákattintasz, és már ott is vagy ezen a helyen. Ennyi lenne az első sorozatindító videónk. Nyilván elmondtuk az elején, tetszett, nyomjatok lájkot, stb. És akkor várjuk a kommenteket, hogy mi érdekelne titeket, találkozunk a következő videóba. Hello, hello! Hello, hello!